Sziasztok! Az elmúlt hetekben sokan kérdeztétek, hogy mi lett a magyar jennel és annak mi lett a videós anyagaival. Most itt vagyunk, megérkeztünk Szekszárdra. Korábbiabban már írtunk a Kapitány Zsolt nagyszerű és csodálatos gazdagodásáról, és azt is belefoglaltuk, hogy Szekszárdon a fideszes és a baloldali elit hogyan fonódik össze a gazdasági háttérben. Ennek az első részét veszük most föl, ezért jöttünk Szekszárdra. Megnézzük a Kapitány Birodalmat, gyertek velünk! Első állomásunk a Kapitány birtoknak az egyik oszlopos tagja, a helyiek szerint, és hát ugye a leírások szerint is, ez régebben a szekszárdi atomerőműnek volt a vendégháza. Hát a kedves olvasókra, nézőkre bízzuk, hogy tippeljék meg, hogy körülbelül mennyibe kerülhet ez az ingatlan. Többen azt mondják, hogy ez a rész és a kilátás is erről tanúskodik. Szekszárd rózsadombja. Most azért jöttünk ide, hogy megkérdezzük a környékbelieket, helyieket, hogy tudják-e, hogy ki, és főként, hogy hogyan vásárolta meg ezt az ingatlan. Nyitott ajtók fogadnak minket, próbálkozzunk. Hát, ez nekem nagyon lakatlannak tűnik, viszont a panorámát azt jól meg fogja majd tudni mutatni az operatőrünk. Becsöngetünk azért, úgy látom, hogy van itt egy-két cigarettacsik, hát valaki már lehet itt. Teljesen világos, hogy egyelőre még a beruházás nem ért a végére, de azért egy az impozáns ingatlan lesz. Én itt a tetejére totálisan el tudnék képzelni egy feszített vízszükrű medencét mondjuk. Hát nem úgy indult, hogy legyen jó viszony belőle, mert hát ebben a csendes egyirányú utcában egy ilyen hatalmas monstrumot ide varást épített. Bocsát, valaki ezt engedélyezte neki, gondolom. Hát elvileg engedélyezték neki, csak hát nem tudom, hogy akik engedélyezték, azok tisztában voltak ezzel, hogy ez nem ide illik. Az utca hangulatában egyáltalán nem illik. Megváltoztatja az egész utcának a stílusát. És ráadásul itt van nem messze egy másik vendégház, ami teljesen illeszkedik a környezetbe. Itt többen azt nyilatkozták, hogy az engedély az eredetileg zöld területre vonatkozott. Szóval ez zöldetőre engedélyezték, és tulajdonképpen meg nem is olyan magasat csinált, amilyen engedélyezve volt. Tehát több szempontból nem tartotta be az előírásokat. Gondolom, hogy nem, tehát gondolom, hogy a magasságot nem alulról szekte meg, hanem fölülről. Igen. Hát magasabbat épített magyarul, mint amennyit építetett volna. És hát nekünk különösen az fáj, hogy itt nem zöldetőt akar megcsinálni, mert hát akkor, ha ide kiülnek, akkor nekünk a magánéletünk itt megszűnik. Itt jellemző az utcában egyébként a hangoskodás, vagy a nagy társaságok, vagy itt általában... Ez ideig nem volt jellemző. Tehát ezért tartunk is tőle, hogy hát ha... De ön egyébként személyesen ismeri a tulajdonos urat? Vagy volt bármilyen viszonya, beszélt vele? Átkopogtattak egy társüteménnyel, vagy fordítva? Történt ilyesmi? Ilyen nem történt. Hát az igazság, hogy nekem már a telefonomat se nagyon veszi föl. De hát akkor megvan a telefonszáma, ismeri, tehát hogyha valamilyen... Hát ez van. Aztán ráadásul az volt, hogy itt éveken keresztül lekerítették a kertünkből egy részt, és tehát én pozitívan álltam hozzá az ő építkezéséhez, vagy mi pozitívan álltunk hozzá, csak hát azért nem így értelmezte. És miben reménykedik most valamiben? Reménykednek most valamiben? Hogy mi lehet ennek a megoldása? Hát. Nyilván, hogy az építési engedélyt valaki kiadta, valaki kiadták. Többen azt mondták, hogy ők nem kapták volna meg az építési engedélyt egy ilyen monstrumnak a felhúzására. Tehát itt azért valami történt. Tehát jelezték a problémát valamilyen hivatalos vagy félhivatalos formában bárkinek? Több esetben elmentem különböző hatóságokhoz, míg a város főépítészéhez is, meg egyéb helyekre is elmentem. De főépítész adta ki az engedélyt? Persze. Úgyhogy én nem akartam szó nélkül ezt tudomásul venni. És Milyen választ kapott a főépítésztől? Hát, kitérő választ kaptam tőle. Hogy
Köszönjük, megfontoljuk? Vagy... Hát nem, még ilyen se volt, hogy megfontoljuk, még ezt, ilyet sem mondtak. És én nekem az lenne csak a kérésem, hogy itt zöldtető legyen. Maradjon meg a zöldtető. Az nekem elég lenne. Közben följöttünk a szekszárdi kilátó legmagasabb pontjára. Itt terül el a Dunántúli dombság utolsó vonulata, mögötte már csak a kietlen alföldi tájak láthatóak. Megkérdeztünk egy-két járókelőt, és kapitány Zsolt neve azért a legtöbbeknek ismerős volt. Volt, akinek nagyon fölcsillant a szeme, volt, aki lesütötte a szemét, de nem találtunk olyan embert, aki ne ismerte volna az urat. Úgyhogy folytatódik a kapitány sztori, megyünk tovább, szép kilátások. Időközben meg is érkeztünk a szekszárdi húsipar mellettem is látható lepukkant épületéhez. Régebben itt komoly húsfeldolgozás volt, aztán, mit az Isten, értékesítésre került a dolog. Hát nem akarom lelőni a poént, gondolom, hogy a nézők is most már ennyi bejelentkezés után kitalálják. Kapitány Zsolt és köre vásárolta meg ezt, zavaros hátterű cég hálón keresztül. Ezekből a cégekből olyan is van, ami ma felszámolás alatt áll. De lényeg a lényeg, nagyságrendileg 100 milliós volt az ügylet, amelynek keretében belül ezt megvásárolta. Aztán megérkezett ez a bizonyos PIP közép Dunamenti térségfejlesztési non-profit korlátolt felelősségű társaság, amely már milliárdos nagyságrendért vásárolta tovább. Az érintettek ennek az ügyletnek a keretein belül több 100 millió forintos hasznot realizáltak. Még egyszer, egy romos épületnek a megvásárlásából, cégeken keresztül megvásárlásából, majd pedig tovább értékesítéséből. Úgyhogy a gyanúm kezd beigazolódni, kapitány úr valóban páratlan jó üzletérzékkel van megáldva, és mindig tudja azt, hogy merről fújnak a kedvező szelek a kapitány vitorlájával. Menjünk egy kicsit közelebb, nézzük meg, hogy mi újság. Tehát, hogy akkor miután kapitány úr érdekeltségébe került az épület, hirtelen a PIP, amely ugye az atomerőműnek a cége, rájött, hogy hát ez neki nagyon-nagyon fontos lenne, úgyhogy már a további értékesítés megtörtént, megvásárolták. Több helyét is kérdeztünk, nem nagyon tudják, hogy mi lesz az épület együttes sorsa. Volt, aki azt mondta, hogy valamiféle tudásközpont létesül, de minden esetre vissza fogunk még térni, és akkor követjük. Egy-két éven belül visszajövünk, és megnézzük, hogy mi lett az épülettel. Ugye hát az előbbi helyszínen is többen sérelmezték, hogy eredetileg zöldítésre nyerte az engedélyt, illetve zöldítésre kapta az engedélyt a kapitány úr. Hát én úgy látom, hogy ennél az épületnél viszont a zöldítés azért eléggé jó irányba halad. Itt mohák nőnek, zuzmók nőnek, ez mondjuk nem tudom, hogy melyik növény, de hát abból a több milliárd forintból, amit sikerült rákölteni az épület eladására, felújítására, ugye még nem, talán majd erre is fogja futni. Megnézzük itt, hogy sikerült a zöldítés, így zöldítette a kapitány úr szekszárd kedves környezetét, megkérdezzük, a kommentbe lehet jelezni, hogyha valakinek valamilyen véleménye van erről. Jó napot, gyöngyvirágos, jó napot kívánok, kapitány úr! Írásba küldjük a kérdéseinket. Egy kubai szivar kell, meg egy Michael Jackson kazetta. Mikrofon nálam reggelig, te meg csak dobjad a lóvét a kalapba.